Tavaly november végéig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bejegyzett és működő több mint 3400 civil szervezet csupán egyharmada vizsgáltatta felül létesítő okiratát. Az új PTK szerint viszont ennek meg kell felelniük. A szabályos működés alapfeltétele annak, hogy pályázhassanak a szervezetek, emellett a civil szféra pénzügyi elszámolásainak is napra késznek kell lenniük. Az országban egyébként 81 ezer szervezet működik, többségük elismert társadalmi feladatot lát el. A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései, a társadalmi kulturális élet fontos alkotó elemei, tevékenységük és szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez. A civil szerveződések nyugati mintára itthon is beágyazódtak a társadalom mindennapjaiba. Hazánkban több mint 81 ezer civil szervezet működik a KSH tavalyi ide vonatkozó adatai szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3500 működő egyesület és alapítvány van, de manapság is sok az úgynevezett alvószervezet. A Nyíregyházi Patrónus Egyesületnél ezek a fogyatékkal élő fiatalok gyertyaöntéssel foglalkoznak. Az egyesület lakó otthonos ellátást biztosít számukra, szociális foglalkoztatásukra pedig minden évben sikeresen pályázik. Ők a bérüket megkapják, és aki velük foglalkozik, az megváltozott munkaképességűek, ő is megkapja a munkaidejére, amit velük foglalkozik, arra a bért és járulékot támogatja az állam. Azért ez nagy segítség. A civil szervezetek a működésükkel kapcsolatos kiadásokat általában az 1%-os felajánlásokból fedezik, részben működésre, részben pedig programokra pályázati forrásokat hasznosítanak. Különösen 2011 óta a NEA pályázatokra rendszeresen mondhatom azt, hogy sikeresen pályázunk, és mióta fennáll a Nyírségi Fejlesztési Társaság, mely összefogja a non-profit szervezeteket, nagyon nagy segítségünk ezen a területen. Csak az elmúlt évben több mint 2 millióan adták civil szervezetnek az 1%-ukat. Az egyesületek, alapítványok jól szerepelnek pályázatokon, aktivitásuk megfigyelhető az uniós operatív pályázati rendszerben is. Ezeket és a hazai támogatásokat is jogszerűen kell felhasználniuk. A törvényi változásokat pedig nyomon kell követniük, éppen ezért gyakran fordulnak tanácsért ügyvédhez. Minden társadalmi szervezetnek, így az egyesületeknek és az alapítványoknak kötelező az új PTK szabályainak megfelelniük, és ezért az alapszabályokat módosítani kell. Ez a legnagyobb köre a megkereséseimnek. A második pedig, hogy az alapítványok vagy az egyesületek közhasznúak szeretnének lenni. Ez a második köre a megkereséseknek. Itt különböző feltételeknek kell megfelelni. Ugye a legfontosabb, hogy 2 lezárt üzleti évük legyen, megfelelő gazdasági támogatottsággal és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezzenek. Ha ezeknek megfelelnek, akkor ugye közhasznúak lehetnek. Ugye ez előnyös a szervezeteknek, 1%-os adó igénylés szempontjából, Európai Uniós támogatások szempontjából. És innen folytatjuk a témát. Dr. Sipos László megyei főügyész helyettes a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ebben a riportban elhangzott egy kötelezettség, és ez az apropója tulajdonképpen annak, hogy minden civil szervezet figyel az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban, mégpedig arra, hogy az alapító okiratukat a PTK, az új PTK szabályaival megfeleltessék. Mi az eredeti határideje, az eredeti dátuma ennek a kötelezettségnek? Ez a kötelezettség 2016. március 15. napja, tehát ez az a dátum, ameddig a polgári törvénykönyv hatályba lépéséről és átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló törvény, ez egy külön törvény, a 2013 évi 177-es törvény, amelyik előírta azt, hogy e dátum, tehát a 2016. március 15-i dátum után már civil szervezet csak az új PTK-nak megfelelő létesítő okirattal összhangban működhet, illetőleg az új PTK rendelkezéseit betartva. Az elmúlt év végén még a civil szervezetek körülbelül egyharmada tett eleget ennek a kötelezettségnek, és látható volt már az elmúlt hetekben, napokban, több tájékoztató is volt bíróság részéről, illetve az illetékes szervezetek részéről. Tehát látszódott az, hogy nagyon sokan lemaradtak, vagy lemaradnak ezzel a dátummal. Van egy friss információ is ebben a témában mégpedig.
Igen, a legfrissebb információ az mai keltezésű. Az Országos Bírósági Hivatal legutolsó összesítése szerint a szervezeteknek országosan még 65%-a nem kérte, nem nyújtotta be a változás bejegyzési kérelmet az illetékes törvényszékhez, és valószínűleg ez lehetett az oka annak a bejelentésnek, ami ma hangzott el, de hát ez még nem törvény, hogy egy évvel meghosszabbítanák ezt a módosításra nyitva álló határidőt, és 2017. március 15-ig lenne lehetőség a létesítő okiratok új PTK-val való összhangba hozására. Ez ugye a kormánypárt részéről merült föl, ez a javaslat. Egyébként azok a civil szervezetek, amelyek nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, működhetnek tovább, vagy mi vár rájuk? Hát azt szeretném hangsúlyozni, hogy a törvény az azt mondja ki, hogy törvénysértő, hogyha valaki nem tesz eleget valamelyik civil szervezet ennek a kötelezettségének, de ez nem jelenti azt, hogy 2016. március 16-án azokat a szervezeteket, amelyek nem módosították létesítő okirataikat, törölnék a nyilvántartásból, vagy velük szemben valamiféle bírságszankció kerülne kiszabásra. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha 2016. március 15-e után hoz valamilyen döntést, ami nem felel meg az új PTK-ban foglaltaknak, akkor ebben az esetben a törvényesség ellenőrzés gyakorló ügyészség negatív törvényességi jelzés alapján, ezt hangsúlyozom, fölléphet és megfelelő intézkedéseket tehet, adott esetben a bírósághoz is fordulhat. Mondani egy gyakorlati példát erre? Hát több probléma is adódhat, leginkább az új polgári törvénykönyv, a közgyűlés, mint egyesület legfőbb döntéshozó szervének az összehívásának, lebonyolítására, határozathozatalára vonatkozóan állapított meg elég rigorózus szabályokat, és hogyha ezeket mondjuk nem tartaná be egy egyesület, és valamelyik tagja ezt sérelmezné, akkor az ügyészség ebben az esetben törvényességi ellenőrzést folytathatna le, és felhívással élhetne. Illetve ezek a civil szervezetek, amelyek nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, eleshetnek támogatásoktól, pályázati lehetőségektől, és ez az, ami visszatartó erő egyébként? Így van, hát ez pályázat függvénye, mert hát a pályáztató dönti el, hogy milyen feltételeket szab, és feltehetően odafigyelve erre a törvényi kötelezettségre, ami hangsúlyozom, nem valami nagyon-nagyon új kötelezettség, hiszen ez 28 hónappal ezelőtt már ismert volt, 2013. november 8-án lépett hatályba a PTK-é, tehát azóta ez köztudott, hogy, vagy tudott dolog, hogy ez a határidő, ez köt, és ez be fog következni. A bíróságon egyébként mennyi idő áll rendelkezésre arra, hogy ez a megfeleltetés megtörténjen? Tehát most március 15-e már tényleg elég közel van. Én mégis azt javasolnám, hogy ha ez a törvényi engedmény nem lép életbe, de én akkor is, hogyha életbe lép, jobb minél hamarabb meglépni ezt a változás bejegyzést. Tehát minden alapítvány alapítója döntse el, hogy szeretné tovább működtetni az alapítványt, és hogyha természetesen szeretné, akkor megfelelő módon módosítsa az alapító kiratokat, egyesületek közgyűlése módosítsa megfelelően az alapszabályokat, és a benyújtott kérelem után nem kell kétségbe esni, hogyha a bíróságtól egy hiánypótlásra történő fölhívás érkezik. Ez gyakorlatilag egy pontokba szedett hiba jegyzik. A törvényszék segítő módon fogalmazza meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel ki lehet küszöbölni a hibákat, és abban az esetben, ha ne adj Isten, az ügyészség megfelebbezi a bejegyző végzést, hát erre egyébként az elmúlt időszakban az új PTK óta 102 esetben volt csak szükség, akkor pedig a fellebbezésben foglaltakat kell véghez vinni, és akkor már az ítélő tábla egy jóváhagyó döntéssel veszi tudomásul a változást. No, hát a civil szervezetek nagy része eleget fog tenni ennek a kötelezettségnek, már csak a pályázatok miatt is. Egyébként a civil szervezeteket az utóbbi időben a működésüket, jogi megfelelőségüket, illetve a pénzügyi fair működésüket is több szervezet ellenőrzi, erről még beszélhetünk, de a szerepükről kevesebbet hallunk mostanában.
azért az ellenőrzés mellett a társadalom egyre inkább elfogadja és elismeri a civil szervezetek létjogosultságát is. Hogyan ez látja így van, ezt? A civil szervezetek igazán nagy reneszánsza a rendszerváltozás után következett be. 1989 óta jegyzi be a bíróság az alapítványokat, azóta nőtt meg az egyesületek száma is ugrásszerűen, és többször szoktam idézni Maya professzornak a szavait, akivel egy bádeni konferencián találkoztam, egy svájci jogász professzor, aki azt mondta, hogy ha Svájcban a civil szervezetek beszüntetnék működésüket, Svájc a harmadik világ szintjére süllyedne vissza. Nyilván ezek erős mondatok, de ez is rávilágít arra, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be egy fejlett társadalomban a civil szervezetek. A szociális szférától, a környezetvédelemig, a kulturális örökség ápolásától, adott esetben a tudományos kutatás támogatásáig, így van ez nálunk is. Azok a kritikák, amelyek a civil szervezeteket érik jogi szempontból természetesen működésükre, pénzfelhasználásukra vonatkozóan is, hogyan látja az elmúlt időszakban több ilyen probléma is felszínre került, jogos vagy jogtalan kritikák többségében természetesen? Hát ahány egyesület, annyiféle lehetséges tevékenység, annyiféle dimenzió, annyiféle esetleges probléma, és ugyanezt mondhatnám az alapítványokról is. Nagyon nehéz itt általánosítani. Arra utalnék, hogy volt egy nagy ellenőrzés sorozat az elmúlt évben, ugyanis az új civil törvény hatályba lépésével kötelezővé vált a civil szervezetek éves beszámolóit letétbe helyezni a országos bírósági hivatalnál, és ezeket a beszámolókat közé is tenni. Na most erre először a 2012-es üzleti pénzügyi évre vonatkozóan kellett volna elkészíteni ezeket a beszámolókat. A törvény azonban eleve adott, tehát nem ismeretlen ez az egyéves lauf, a törvény eleve adott egy egyéves pót időszakot. Ezt telt le 2014 tavaszán, és utána az OBH 1750 alapítvány és egyesület adatát küldte meg a főügyészségnek, tehát mintegy a fele a megyei civil szervezeteknek nem tett eleget ezen beszámoló letétbehelyezési kötelezettségének. Mi ezeket bizony szépen sorjában megkerestük felhívásokkal, ha nem vezetett eredményre, akkor pedig keresetet nyújtottunk be a bírósághoz a törvényes működés helyreállítása érdekében. De ezek nagy része még nem lezárt, gondolom én. Ezek jelentős része már lezárt, mert viszonylag gyorsan sikerült mind ügyészi, mind pedig bírói szakban ezeket pörgetni. Köszönjük szépen, főügyész helyettes, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.